Igazi sokoldalú kis tehetség Balog Lola, a Győrfi István Katolikus Általános Iskola második A osztályosa, aki ebben a tanévben is sok versenyen indult, szépen szaval, rajzol, énekel. A költészet napja alkalmából anyukájával felvették József Attila Altató című versét, amiért külön díjban részesült. A költészet napja alkalmából anyukámmal felvettük, azt a verset mondtam el, József Attila Altató című verset, amiben külön díjban részesültem. Külön díjban részesültem még a tűzoltós rajzpályázaton, annak a címe Ne égess. Abban is külön díjban részesültem. Voltam még egy olyan rajzpályázaton, a Biblia csodái. Azt a jelenetet rajzoltam le, hogy Jézus a tanítványain megmossa a lábát. Ez az esemény nagy csütörtökön történt. Voltam még egy olyan rajzpályázaton a rendőrségén, aminek az volt a címe Közlekedj biztonságosan, még annak nem tudjuk a eredményét. A földnapja április 22-én van. Arra is készítettem egy kis művet, ahol külön díjban részesültem. Szeretek alkotni, anyukám mindig segít minden rajzpályázatba, van már sok oklevelem, és szeretem megcsinálni, amit kell a rajzpályázatra. A kis tehetség szerint nagyon jó másodikosnak lenni, sok barátja van. Szereti az angol, a környezet, a magyar olvasásórát, de a matematika és a tánc is a kedvence. Szeretem az angol órát, szeretem a környezetórát, szeretem a magyar olvasásórát, szeretem a matematika órát, szeretem a táncórát. Tanulni is szeret, otthon sokat gyakorol. Egyébként vidám természetű, szívesen kézműveskedik. Vidám vagyok, szeretek ilyen pörgős játékokon részt venni, szeretek otthon a tesóimmal játszani, szeretek kézműveskedni. Mit csináltál legutóbb kézműveskedésben? A mamámnak és anyák napjára csináltunk ajándékot. Elárulod, hogy mit készítettél? Mamámnak azt készítettem egy ilyen virágot, és lufikból csináltunk ilyen rajzlapra. Húgaival is játszik. Lara 6 éves, Lili pedig 3 éves. Igyekszik jó nővérük lenni.